Árstopp. Február 1-től a tavaly októberi áron kell adniuk a kereskedőknek 6 féle alapvető élelmiszert. Drága takarmány. Egy év alatt 7,4%-kal drágult átlagosan a tej, az előállítás jelentősen többe kerül. Kevés a gyerekorvos, Szombathelyen orvosi életpálya modell segíti a probléma megoldását. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Kristálycukor, liszt, sertéscomb, csirkemellfilé és farhát, napraforgó étolaj és 2,8%-os zsírtartalmú tej. Ezeket az élelmiszereket május 1-ig a tavaly októberi áron kaphatják meg a vásárlók a boltokban. Érdemes azonban odafigyelni, milyen tejet, illetve lisztet veszünk le a polcról, mert nem mindenre érvényes a rögzített ár. Folyamatosan érkeznek a vásárlók ebbe a szombathelyi húsboltba, az árstopp bevezetése után sincs ez másképp, annál is inkább, mert itt 2 éve nem emelték az árakat. Az új szabályozásról a hírekből értesültek. Szeretnék a törzsvásárlóikat továbbra is megtartani, de a beszerzési árak folyamatosan emelkednek, ezt mondta a tulajdonos. Ők egyelőre folyamatosan emelnek, ilyen 10-20 forintokkal újabban hetente. Megküldik az értesítést, hogy emelés lesz, próbáljuk tartani amúgy is, mert azért meg kell tartani a közönséget. Nem az olcsóbb, hanem a megszokott termékeket veszik meg a vásárlók, ezt mondja ebben a kisboltban az eladó. Sokan a pénztárnál szembesülnek azzal, hogy nem az olcsóbb hatósági áras dobozt emelték le a polcról. Ártartásos tejnél arra kell figyelni, hogy csak a 2,8-as zsírtartalomra vonatkozik, és csak az ultra magas hőmérsékleten hőkezeltre, tehát amire az van írva, hogy UHT. A többi tejet a korábbi áruknál jóval drágábban kapja meg a vevő. Az esetleges tévedésre a lisztnél is vigyázni kell. Lisztből 4 fajtát tartunk, ebből csak 3-ra vonatkozik az ártartás, mégpedig a BL55 feliratú finom lisztekre. Felhalmozás, nagy tételben vásárlás ebben a boltban nem indult el februárban. Az általunk megkérdezett vásárlóknak nem is nagyon lenne miből készleteket venni, az áremelkedések annyira megterhelik a pénztárcát. Hát a hús meg a liszt az alapvető dolgok, na nem beszélve a kenyérről, ugye? Mert ugye az aztán kegyetlen, mert ha a kenyér nincs, akkor semmi sincs. Meg hát azon fölül még a krumpli, meg a zöldségáru, amit nagyon sokat kellene enni, pláne ebben a vírusos világban. A boltvezetői is azt mondják, hogy ilyen mértékű drágulással még nem találkoztak. A sörök mintegy 15%-kal drágábbak, az édességek 30%-kal kerülnek többe. Mi egy kényelmi bolt vagyunk, tehát ide nem nagy bevásárolni jönnek az emberek, hanem hogyha valami napi szükséglethez kell. Tehát nálunk a zsemle, kenyér, ott is elég jelentős drágulás volt, és még várható is. Mert azt már jelezték előre a beszállítók, hogy a lisztet januártól nagyon magas áron, tehát még sokkal drágában kapják, mint decemberben. Úgyhogy ez várható. A százalékban mit jelent? Hát ezt még előre nem, ugye ezt csak akkor tudjuk meg, amikor már megkaptuk az új árakat, de ott is egy 20% biztosan. A hentes áru és a szeszfélék is folyamatosan drágulnak, tavasszal ismét. Mindenki a pénztárnál szinte rosszul van, hogy úristen, alig vettem valamit, és mégis ilyen sokat fizetek. Ebben a boltban általában 1000 és 3000 forint körül fizetnek az emberek egy-egy gyors bevásárláskor, ezért a pénzért egyre kevesebb termék kerülhet a kosarakba. Jelentősen emelkedett a hazai feldolgozású tejtermékek ára az elmúlt hónapokban az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján. Decemberben a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest 7,4%-kal voltak magasabbak. Az áremelkedés nagyobb része az utóbbi hónapokban történt. 10 féle tejet árulnak ebben a kisboltban. Tavaly októberig nem emelkedett az áruk, ekkortól azonban jelentős és folyamatos drágulást tapasztalnak. A tejára igazándiból a tavalyi évvége felett, tehát október-november környékén kezdett el emelkedni. Most természetesen januárban újra a tej és tejterméknek is. Százalék?
Hát az ősszel, vagy a tél elején akkor olyan 10-15% körül, most viszont már inkább 15-20% a jellemzőbb, hogy annyiban mennek fel az árak. A termelők azt mondják, kénytelenek drágában adni a tejet, mert az előállítási költség is jelentősen nőtt. Ebben a Jáki Majorban van helyi értékesítés, sokkal olcsóbb a nyers tej, mint a bolti dobozos, mégis jóval kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, mint korábban. Itt 200 forint literje azonnal fogyasztható. A tejtartály, ebben hűtve tároljuk a tejet, vezetékeken egyenesen ide jön a tej, és tulajdonképpen nem érintkezik levegővel, tehát abszolút terült körülmények között történik meg a fejés. Itt mintegy 82-ös hasznú magyar tarka tehenet tartanak, jól tejelnek. Ahogy a többi termelőnél, ebben a Jáki Majorban is több a kiadás, emelkedtek a munkabérek és másfélszeresére nőtt az állatok ellátásának ára. Utolsó fél évben a takarmányárak nagyon jelentősen emelkedtek. Ennek nyilván többféle oka lehet, ugye a gabonárak azok főleg a piaci, tehát a kínai kereslet miatt emelkedtek föl Európa szerte. Az egyéb más dolgok, a gyógyszerek, azok meg a világpiaci tendenciáknak a következtében, hiszen nagyon sok mindenből hiány van, nem lehet beszerezni. A rezsiköltség csökkentése a cél most a Majorban. Hamarosan fejű robotot terveznek üzembe állítani, már készül a berendezés. Ezzel a munkaerőhiányt igyekeznek pótolni, és olcsóbb is a működtetése, mint emberi erővel. Életminőségük romlásától tartanak a parkerdő lakókert lakói, ha megépül az oda tervezett 6 darab, egyenként 16 lakásos társasház. Az ott élő Kremzár Csaba 400 aláírást gyűjtött össze azért, hogy a város polgármestere lépjen közbe a természetközeli városrész nyugalmának megőrzéséért. A városháza előtt sajtótájékoztatón ismertették a petíció tartalmát. Az aláírók azt szeretnék, hogy a parkerdei és a Homok utca közötti telkek beépíthetőségét a polgármester csökkentse. A tervezett 6 darab, összesen 96 lakásos társasház helyett csak 2 darab 16 lakásos ház épülhessen. A kivitelezőt pedig kötelezze arra, hogy az épületek független elektromos és vízhálózatot használjanak, a Kárpáti Kelemen Bartók Béla kereszteződéseket pedig fejlesztett. Elhangzott, a jelenlegi infrastruktúra nem bírná el, ha ennyire megnőne az itt lakók száma. Nemény András polgármester megígérte, hogy a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően keresni fogja a megoldást. Elmondta, a körzet képviselője eddig nem jelezte a problémát. Több dologba én tárgyalóképes vagyok, egyébként az EON-on is, az úttal kapcsolatban is a városnak a fejlesztési tervei között szerepel, és tudom, hogy ott még más problémák is vannak, amikben nekem most a városnak lehet dolga, tehát a megoldást fogom keresni ebbe a kérdésbe. Az nem is kérdés a számomra, meg azt hiszem, hogy senki számára, ne is legyen kérdés, de egy építési engedélynek a kiadása, vagy megkiadása azért kormányhivatalhoz tartozik. Útfelbontás és emiatt autóbuszmenetrend változás lesz csütörtökön. Kiukadt egy távhővezeték a Kodály Zoltán utcában, ennek végleges helyreállítása érdekében február 3-án teljes szélességében felbontják a Kodály-Kassák csomópontot. Az útlezárás várhatóan 9-től 13 óráig tart. A 30Y és 25-ös autóbuszok ezen időszakban módosított útvonalon közlekednek. Kimarad a Bem József utca, Oladi iskolák és Nagy László utcai megállóhely. A változást a szolgáltató közösségi oldalán teszi közzé. Országszerte kevés a házi gyermekorvos, így aztán egyre több páciens jut egy-egy doktorra, és az adminisztrációs feladatok is jelentősen megnőttek. A települések szinte már egymásra licitálnak a plusz juttatásokkal, akár ingatlan biztosításával, hogy vonzóvá tegyék betöltetlen praxisaikat. A Szombathelyen 2020-ban bevezetett orvosi életpálya modell példaértékű. 2-re csökkent az állandó doktor nélküli gyermekorvosi praxisok száma, üres, felnőtt házi orvosi praxis pedig nincs is a városban.
Így szeretném látni. Egyre nagyobb leterheltség mellett dolgoznak a házi gyermekorvosok, ennek persze az egyik legfőbb oka a koronavírus járvány, de sok kis páciens érkezik légúti tünetekkel, hasmenéses, hányásos panaszokkal. Sok szülő pedig azért keresi a rendelőt, mert gyermekek kontakt karanténja miatt szeretne táppénzt. Ez azonban nem jár, így ebben nem tudnak segíteni. Pölöskei Péter gyermekorvos a szakma szépségeit és jelenlegi nehézségeit sorolja. A strukturális felépítése a rendszernek, a jogszabályi szabályozási feltétele, a szülői egészségügyi, egészségértési ismereteknek a hiánya, a berögzött szokások, a felesleges adminisztrációs tevékenységek, ezek mind-mind oda vezetnek, hogy a házi gyermekorvosi praxisok egyfajta orvos-írnok kiszolgáló jelleggel működnek. Szombathelyen is több házi gyermekorvos közelít a nyugdíjkorhatár felé, a Deák utcai rendelőben 2020. szeptemberében ketten vonultak nyugállományba. Praxisukat azóta 6 orvos látja el helyettesítéssel. A szabályok szerint egy felnőtt házi orvosi praxis úgy is ellátható, ha a doktor kötelezettséget vállal arra, hogy 5 éven belül megszerzi az ahhoz szükséges szakvizsgát. A házi gyermekorvosok számára nincs ilyen megelőlegezett lehetőség, és a központi béremelést is más feltételek szerint kapták. Egy kórházi gyermekorvos a tavalyi béremelést, ami nagyon jelentős volt, azt megkapta minden különösebb feltételrendszer nélkül. A házi gyermekorvosoknál csak akkor kapták meg ezt az összeget, hogyha vállalták, hogy praxis közösségben dolgoznak. Nagyon sokaknak nem volt lehetősége, nem találtak olyan kollégát, nem tudtak létrehozni olyan praxis közösséget. Ők például nem kapták meg ugyanazt a béremelést, amit a kórházi kolléga megkapott. Szombathely több intézkedéssel is szeretné javítani házi orvosai helyzetét. Elkészült a korszerű alapellátó intézmény és új struktúrában új helyen működik az ügyelet. Bevezették a 3 pilléren nyugvó életpálya modellt. A tartósan betöltetlen praxis betöltők számára biztosítunk egy egyszeri 10 millió forintos támogatást. A második eleme lényegében egy hűség elismerési program, lényegében 15 évnél indul 1 millió forinttal, és 5 évenként progresszíven 1-1 millió forinttal emelkedik. A harmadik pillér pedig a nyugdíjba vonuló házi orvosoknak egy lehetőség, hogy aki segít a saját helyére, megüresedő helyére orvos találni, hogy betöltse a praxisát, ott 4 millió forint támogatást biztosítunk. A megyeszékhelyen a korábbi 4-ről így 2-re csökkent a betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma. Felemás eredményt zárt a haladás VSE sakkszakosztálya. Az NB1-ben magabiztos győzelmet aratott a Zöld-Fehér Egyesület a Vasi rangadón, míg az NB2-es csapat az utolsó pillanatokban veszített a Tapolca együttes ellen. A hétvégén ismét asztalhoz ültek a haladás VSE sakkozói, akik ezúttal hazai környezetben gyarapíthatták pontjaikat. A Szuperligában, az NB1-ben és az NB2-ben is teljes fordulót rendeztek, és valamennyi együttes az elvártnak megfelelő teljesítménnyel rukkolt ki. A legmagasabb osztályban érdekelt együttes azonban játék nélkül maradt, hiszen a soron következő ellenfél megszűnés miatt visszalépett a folytatástól. Így vasárnap a Haladás sportkomplexumban csak az NB1-ben és az NB2-ben bizonyíthattak a vasi sakkozók, ráadásul komoly riválisok ellen kellett helyt állni. A két mérkőzés az két rangadónak számít, két ismerős csapattal játszunk, az egyik, hogy az NB1-ben az alsószörnök csapatával megyei rangadónak fogható fel a mérkőzés úgymond, az NB2-ben pedig a közeli Tapolcával játszunk, velük is nagyon jól ismerjük egymást, nagyon sokszor játszottunk már velük, szoktunk velük barátságos mérkőzéseket is játszani. Hát mind a két mérkőzésre úgy gondolom, hogy szoros mérkőzés várható, a pillanati formától függ, hogy melyik csapat fog nyerni. A Haladás szakosztályvezetőjének jóslata beigazolódott, hiszen minden győzelemért alaposan meg kellett dolgoznia a főszereplőknek. Néhány korai remivel még fej-fej mellett haladtak a csapatok az NB1-es forduló megyei rangadóján.
Aztán Magyar András remekül használta ki ellenfele figyelmetlenségét, és ezzel lépés előnybe került a Haladás. Alaposan kitett magáért Gömböz Zsófia is, akinek sikerével már biztossá vált a hazai siker. Az NB2-es csapatok párharcában is hasonlóan kiegyenlített csatát hozott a találkozó, ugyanakkor a véghajrát a Tapolca bírta jobban, amely 6,5-5,5 arányban megnyerte a találkozót. Az NB1-ben érdekelt szombathelyiek ugyanakkor 7,5-4,5 arányú győzelmet arattak, és ennek eredményeként a tabella negyedik helyéről várhatják a folytatást, amelyre február közepén kerül sor. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!